A műsor támogatója a Koprodukció eseményszervező iroda, az Aranykorszak Retro Fesztivál szervezője. Minden korban van valami, ami akkor is ott jó, és éppen attól válik szép, hogy vissza nem hozható. Megmarad nekünk néhány dal, mint emlékeztető, hogy az életünknek nincs refrénje, mely ismételhető. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt az Aranykorszak Retro Sztár Parádé műsorában. Ma is, mint minden alkalommal, a Woodstocki köszönéssel köszönök önöknek és nektek. Legyen veletek a béke, a szeretet és a zene. Mai vendégeink Csutka, Horváthi Zsolt, a Hangária zenekar képviselője. Benkő Laci, a legendás Omega képviselője. Orbán Zsoli pedig saját magát képviseli, mint humorista és humorzenekar egy személyben. Mellettem pedig DJ First Lady, a mai műsorvezetőnk. Ma is egy kisebb időutazásra invitálom a kedves nézőket. Az időutazás pedig úgy történik, hogy visszamegyünk az időben, és dátumokat fogok mondani, hogy erről a dátumról kinek mi jut az eszébe. A mai dátumunk, tehát itt Laci miatt kellett ennyire visszamenni, még a Woodstock előtti időkben, 1962, amikor az Omega zenekar alakult. De a kérdésem az inkább a következő lenne már, amikor megjelent az első lemezetek, ugye 1968-ban volt, és ugye először külföldön kellett megjelenni lemeznek ahhoz, hogy a magyar kiadók egyáltalán szóba álljanak veletek. Így volt? Ez tökéletesen így volt. Még azt is meg tudom mondani, hogy egyetlen egy stúdió volt a Magyar Rádión kívül, mert ott azért ugye kellett a stúdió, egyrészt a komoly zenei felvételek miatt, másrészt minden egyéb prózai és egyéb műsor miatt. Tehát a Magyar Rádió viszont ott napi 24 órában dolgoztak a műsorok miatt az esetek nagy többségében. Ezen kívül a Rottenbiller utcában volt egyetlen egy darab stúdió, és oda nagyon hosszú sor várakozott, egymást követően, tehát egészen a mit tudom én, milyen piaci gátosor, csak úgy képletesen. De az szintén 68-ban volt, ugye, amikor megjelent az első lemezetek, a Trombitás Lady? Az taktikai húzás volt a lemezgyár részéről, meg azért itt hátulról beleszóltak a dolgokba, ugyanis a megfejtést majd később, de most elmondom, csak később tudtuk meg. Hát ahhoz, hogy ne legyen neked, vagy bármelyik együttesnek, előadónak önálló nagy lemeze, az azért volt fontos, mert ha csak kis lemezt adnak el, vagy adnak ki egy évben, és azt szétkapkodják, akkor sincsen önállóan egy teljes egy estére kialakított programod. Magyarán, ahogy annak idején az esztrád műsorokban, itt annyi volt, hogy össze kellett ültetni egy csomó mást. Tehát önállóan nem cselekedhettél, mert akkor szabad lettél volna igazán. Na most kimentünk Angliába, és az első koncertek egyikén, ami hihetetlen volt, olyan, mintha kikerültünk volna, most már nyugodtan mondom, a földvonzás köréből, és egyszer csak oda jön egy csávó, aki baromian a barátjával egy életen keresztül tartotta a kapcsolatot, aki Budapestben szeretett, és itt is élt, az akkori angol szekciójának vezetője, az azt mondta, amit most itt játszottatok, azt ha itt van hátul egy stúdió, és fölveszitek az egészet, megnéztem, van 3 nap szabadnapotok, igen, és ebből a 3 napból, ha ezt felveszitek, akkor lesz nagy lemezetek. Mire természetesen nem interneten, hanem így jött egy hír Budapestre, és ordítottak egymással a csávok, hogy ki engedte meg ezeknek, hogy lemez fel legyenek. Nem engedte, de senki nem mondta, hogy nem szabad. Ennek következtében megcsináltuk a lemezt, ha azt mondták volna, hogy egy... De ez 68-ban volt, ugye, igen, az első lemez? Ha azt mondták volna, hogy van 4 órád, és felveszed, akkor is megpróbálod, nem? Van, ne. És mire hazaértünk, addigra életünk első és utolsó alkalmával egy nagyon meghatározó ember, ott állt a
repülőtéren egy hónappal a elutazásunk után a megérkezése, és azt mondta, most nem mentek haza, bementek és fölveszitek a lemezt. Mert ez volt a taktika, hogy előbb jelenjen meg itt szándékosan, és utána, amire kimentünk volna a lemez turnéra, addig elvették az utána. Gyorsan szeretném még elmondani, az elején elfelejtettem, hogy nagyon figyeljenek a kedves nézők, mert a dátumoknak is jelentőségük van, és a sztoriknak is, ugyanis nagyszerű kvízjátékunk lesz értékes nyereményekkel, és ezért érdemes odafigyelni, hogy mit, melyik évben, milyen dátummal készítettünk el, vagy elhangzik a műsorban. Tehát 1968-ban jelent meg az első lemezetek, ugye a Trombitás Frédi címmel. Most pedig egy bejátszás következik, mégpedig az Omegától. Megnyomjuk az időgépet, ha én szél lehetnék. És a következő dátum, ha én szél lehetnék című dal után, 1980, erről már gondolom mindegyik ötöknek van valamilyen emléke, nem tudom, Csutka, neked? Ez az óvodából éppen hozzaszaladtam, nem, azért ez csak jó pofa volt. Johnny, 1980-nal kapcsolatban? Akkor jártam Nyíregyházan a tanárképző főiskolára, és ott alakult legelső zenekarom, egy nyíregyházi, debreceni Resó nevezetű együttes, és teljesen véletlenül kerültem ebbe a csapatba, mert az egyik srácot behívták katonának, én meg azt hazudtam ott a zenekarvezetőnek, volt egy 12 húros Yamaha gitárja, és én még olyat nem fogtam a kezembe akkor, az nagyon nagy kincs volt. És akkor kérdeztem, megnézhetem, azt mondja, tessék, belepengedtem kettőt, azt mondja, te gitározol? Hát mondom, hogyne. És mikor van fellépésed? Nem volt egyetlen fellépésem sem, ismertem összesen 5 akkordot, mondtam, hogy pénteken. Azt mondja, megnézném, mert kellene egy ember a zenekarunkban, most hívták be katonának. Hú, gyorsan felhívtam az ottani kisiskolát, hogy nem tudnának nekem egy valamilyen 4 számot eljátszani, csak hagyj jöjjön el ez az ember megnézni engem. Hétfőn már a zenekar tagja lettem, és több mint 500 fellépésünk volt a főiskolán, a Resó együttessel jártunk budapesti összes egyetemnek az ifjúsági klubjába, nagyon népszerűek voltunk, már akkor tévé felvételünk volt, amikor még csak 2 csatorna volt a televízió. De akkor még a humor oldalára nem mentél át a zenére. Ez is egy ilyen vicces, akusztikus kis zenekar volt, és nekik köszönhetem, hogy ezen a pályán én folytattam azt. Nekem most itt lenne egyébként egy Omega bejátszásom, de én azt javaslom, hogy a Omega feldolgozást énekelj már el Orbán Johnny által feldolgozott. Nem lehet, nagyon közelül hozzám most a Benkő Laci. Próbáljuk meg, megy. Nincs. Jó. Hát Omegát nem. Azt nem dolgoztál fel. Akkor viszont az Omegától az Idő ramló albumról jön, a Napot hoztam csillagot. Fényes
1983, amikor Csutka az első emeletben elkezdett táncolni. Igen, töpörödött törpördökként, a meg nem nevezett ember az e-mail. Nagy, mert következő volt, hogy 1983-ban indult egy Ergo nevű zenekar, azt megelőzően volt egy nagy zenekar, akit én a mai napig meghatározónak tartom, és ez nem titok, a Hungária, ami aztán így elindított, de én mint táncos kezdtem, mivel szalontáncoltam, jazzbaletoztam, stb. És valahogy úgy ott hozta a sors, hogy nagymamámékhoz Siófokra nagyon nehezen, mert anyukámék nem nagyon akartak, hogy egyedül elengedni, valahogy megszöktem, és nem mentem haza a nagyjéhoz, hanem elmentem az Ergo bulira, ahol is, tudod, az ottani mi az a szabadtéri színpadnak, igen, ilyen betonos, olyan pici voltam, hogy átfértem. Tehát nem kellett jegyet venni, és így átfértem. És akkor megláttam, és egy őrület volt úgy, ahogy van, és annak az lett a vége, hogy a koncert végén egy általam kevésbé ismert zenész figurákat láttak, és mondták, hogy nem tudsz erre egy szabad strandot? Hát mondom, esetleg tudok, és akkor levágtam, hogy ez az előzenekara volt az Ergónak, az első emelet. És amíg elmentünk arra a Szaba strandra, ahol addig nem derült ki, hogy én fiú vagyok-e, vagy lány, kérdezték a becenevet. Mondom, Csúcsú, hát akkor mi Csúcsú. És akkor nézegetek, lehet, hogy lány. Tehát nem is voltak be biztos. De hát én emlékszem abban az időszakra róla, de nem néztelek lánynak. Hát aztán a lányok sem. Igen. De akkor egy olyan helyzet volt, és elmentünk egy Szaba strandra, képzeld el, koncert után, és akkor derült ki számomra, hogy a zenekarból egy valaki engem lánynak nézhet. És hogy mondod, megbeszéltük, hogy ilyen táncolók, meg stb. Meg voltak bizonyos ilyen produkciók, ilyen táncos produkciók, abban gondolkodtam, és akkor már akkor fel voltam kérve arra, hogy mi volna, ha én feldobnám az elsőmet műsorát, az, hogy táncos lenni, ez TV felvétel. Tehát csak a 83 az első TV felvétel, már ott, mint koreografáltam, úgymond a helyzeteket az akkori. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon fontos időpont, mint kisgyerek. És aztán lassan-lassan átértél tulajdonképpen a zenére, mert ugye már később, aztán nem sokkal később, 1989-ben már is... Már nagyot ugrottam. Már is elkezdődött, megszületett az első videóklippen, amit igen, majd szeretnénk is bejátszani. Igen, hát az eredetit hozod, mert azóta van... Igen, változ. Az eredetit fogom... De 84-ben az első zenekaromban én dobolni tanultam, tehát és az volt, hogy mondta a barátaim, hogy figyelj, nagyon jó fazonok voltak, és a rock and roll, rockabilly, és mondták, hogy ez a gyere ki a próbára, és akkor hozd a verőket, kihoztam a verőt, és ott volt egy dobos, aki nálam marha, sokkal jobban dobolt. Sokkal, és én néztem, mit keresek itt? Mi vagy? Arra gondoltunk, te legyél az énekes, mondom, ne hülyeskedj már. Hát te már úgy láttál, hogy nagy dolgokat, meg tévé, meg akkor is még csak egy csatorna volt 83-ban, hogyha jól emlékeztek. Úgyhogy egy pillanatig, és na, akkor így elkezdtem ordibálni úgy, ahogy van, azaz. De mi volt ez a dal, amit először énekeltél? Írtunk egy dal, így közösen írtuk a dalokat, akkor Ocelot nevű zenekarom volt, és Ocelot a csukám, tum, figyelj, Jan Pézo, a rock'n'rollos izé volt, és vittük a fenyőhöz mutatni, és csináltuk, és mondta, nagyon jó, gyertek el, és ti lesztek az előzenekar a Hungáriának. Hát, akkor az akkora dolog volt, hogy az valami eszelős, és a Mahart klubba felléptünk, ahol ott volt az életem első énekes fellépés, és képzeld, annyira izgultam, hogy nem tudom, vércukrom leesett, stb. Így ment a vamp, és fölragadta nyelvem a szájpadlásom az első dal. És én arról voltam éres, én nagyon impulzív vagyok a színpadon, és táncolok, meg mit tudom, de annyira be voltam tolva, hát nagy közönség, meg mi egymás, meg utánunk a Hungáriát. Én ott meghaltam egy pillanatra, és elkezdődött, mit a második, mert csináltam még egy kört a banda. De próbálok belépni, és ez csak megszólal egy hang.
és énekli, és nagyon-nagyon hálás voltam a billentyűsünknek, elkezdte hátul énekelni a nótát, ja, és az ott éltem első playback, és még le nem jött a nyelven. Kínos lehet. Ez nagyon kínos. Na, de aztán beszéljünk inkább a sikereidről, mert aztán csak... Hát ez egy óriási siker. Az első dalotok viperőcsével, ugye igen, a amit írt, csóró vagyok. Az 89-ben, akkor már ugye felszabadult itt azok a békjók, amikben még nektek volt részletek, és amikkel nagyon ügyesen kellett diplomáciázni, mert az nem úgy volt. Ma nagyon tudom az idősebbektől és általam tisztelt zenészektől, hogy hogy működött az akkor. Az már egy liberálisabb helyzet volt, mert indultak a magánkiadók, és akkor kvázi akkor az országos tévé szeretett volna bemenni egy csomó olyan figura dolgozni, aki volna mondjuk nem fért be előtt, és akkor egy ilyen érdekhelyzet volt, és én ott voltam kapóra, akkor nagyon hosszú barátságot ápolok az akkori Hungária tagjaival, stb., és akkor én abban a körben ott voltam, és a lényeg annyi, hogy... Ez hogy született ez a dal? Ez most konkrétan öcsivel ültünk a Fészek nevű klubban, amit mi elég jól ismerünk, és akkor én fütyültem egy dallamot, és az kevesen tudják öcsiről, hogy valami irgalmatlan, eszellős, tehetségű zeneszerző volt. Tehát jött egy dallam, és már körbeért, és azonnali bizony hatája. És egy autodidakta, tehát nem életében nem lett ott még énektanárcsed, illetve egyet azzal össze is veszett. Szóval a lényeg annyi, hogy iszonytató muzikális volt, és egy pillanat alatt így megjött, és akkor a következő a bemondásra, én úgy emlékszem, hogy ezt én találtam ki, de azt meg is bántam rögtön, csók, meg úgy, hogy Feelings duet számom vele, ez volt a kamerában. Igen. Akkor most következzen ez a bejátrás, mert nagyon szűkös az időnk. Csutkától a Csóró vagyok, eredeti változat. Ziki, de akkor is enyém leszel. Szólni nem akarok, csaló, nem szegény, ó, nem, csaló vagyok, a pénzálom nem nagy dolog, csaló, de adni tudok neked. Köszönjük szépen Csutkának ezt a dalt. Kicsit rosszabb a minőség, ez azért van, mert egy ős régi archív felvétel. És most továbbugrunk 1990-ben, amikor az Aladdin és a Skoda Lámpa nevű zenekar Tormán Johnnyék megalakították. Így van. Volt egy előzménye, ugyanis a Simli Show nevű dóban én már dolgoztam a Bari Lajossal. Eszement gitáros, olyan balkezes gitáros volt. És hát akkor ugye mi járkáltunk egy ilyen humorista társasággal, aminek Maksa Zoli is tagja volt, Nádas Gyuri tagja volt, Bonc Géza, és hát végül is mindegyiknek volt valami kis muzikalitása, és azt mondtuk, hogy miért ne hoznánk össze egy kis zenés paródia zenekar, illetve egy paródia zenekar. De honnan született ez az őrült név, hogy Aladdin és a Skoda Lámpa? Úgy született, hogy összeültünk a római parton, megittunk egy négyzetméter sört, és azt mondtuk, hogy na most akkor eldöntjük, hogy mi lesz a zenekar neve. Lehr Feri azonnal mondta, hogy legyen a zenekar neve. Ejmi a kő tyúkanyó kent, a szobában lakik itt Bend. Ezt azonnal elvetettük, mert nagyon hosszú lett volna. Viszonylag. És az Aladdin és a Skoda Lámpa, azt hiszem a Maksa Zolinak volt az ötlete. És akkor így lettünk, Aladdin és a Skoda Lámpa. A bemutatkozó koncertünk az 1990. május 30-án volt, és ahogy készültünk a koncertre, írtuk az összekötő szövegeket, bejött két fiatalember a római part egyik ilyen nyilvános szórakozó helyére, hogy nem lehetnének-e ők az előzenekar. Kérdeztük, hogy hívnak benneteket? Irigy, Hónaim Irigy. Akkor még nem ismerték őket, és hát így lett nagyon hosszú, nagyon szórakoztató a bemutatkozó koncertünk, és tényleg remek kis bulit csináltunk. Utána turnéztunk, sok tévébulink volt, kiadtunk egy akkor még műsoros dupla kazettát, és hát aztán pedig folytatódott a szóló karrierem. És most, hogy ne kelljen bejátszani ismét egy dalt, ezért a változatosság kedvéért Johnny gitározik nekünk egyet. Úristen! Készültem, képzeljétek el. Mi lesz, amivel készültél? El kell mondanom nagyon röviden, hogy hogyan született a következő kis szösszenet. Bocsánat, így egy kicsit. Köszönöm. Állok egy tömegközlekedési eszköz megállójában,
És oda jött hozzám egy ilyen balonkabátos, középkorú férfi, azt mondja nekem, még szimpatikus is volt aránylag, azt mondja nekem, ide figyelj, tesó, betolt az ABS-re a BMW, nagyjámán KP-ba egy kis hufot. Először így végig gondoltam, megpróbáltam megfejteni, hogy mit mondott, és hát utána én is elröhögtem magam, hogy manapság ilyen rövidítésekből is meg tudja érteni az ember, hogy mire gondol a másik. Hazamenet már elkezdtem gondolkodni egy ilyen számon, hogy most csak rövidítésekből fogok egy ilyen mai, igazi mai dalt összerakni. Ha már egy történetet is össze lehet, akkor most hallgassátok szeretettel, STB Blues a címe. Én tanultam az ABC-t, töcsém a BM-én, végeztem a BSC-t. Azt vágom, hogy te most jöttél az eltérő, azért még lehet a véleményünk eltérő. Az asszony már 3 éve HTB, az LCD-n bámulja az ATV-t. MMS-ben küldtem neki JPG-t, ahogy az ATM-nél megvárom a hó végét. A KFT-nkbe a NAV-ot nem vertük át, mert a PhD nem tudja a BTK-t. Miért van a pénz, és közöttem az ellentét? Az MNB-hez viszek egy kis TNT-t. Már beszedtem otthon az összes ACC-t, hogy a jégesőben megnézzem az FTC-t. Az EKG szerint sok volt a VBK, mert elég lazán káozott az MTK. A KFC-ben ittam még egy jó kávét, de a kökinél lekéstem a BKV-t. MP3-ban jön már az LGT, na csá! Ez így megy tovább, STB. Nagyon köszönjük. Köszönöm. És most átérünk a műsorunk lényegére, hiszen az aranykorszak retro múzeum miatt jött össze ez a kis csodálatos csapat, ugyanis elkezdtünk ugye gyűjteni rászoruló művészek javára. Egy-egy mondatban mondjatok egy kis véleményt arról, hogy ismertek olyan művészeket, akik ugye rászorulnának egy ilyen adományra, mert Jászai, Everton és egyéb díjaikhoz képest méltatlan körülmények között élnek. Ismerünk, de a nevét én nem mondanám most. Igen, tehát hogy tulajdonképpen ennek a gyűjtésnek, hogy van egy ilyen értelme, mert ugye jövő, vagyis az idén decemberben ezeket a tárgyakat, amiket a Retro Múzeumnak hoztatok, a relikviákat, ezeket el fogjuk árverezni, illetve már nyáron, júliustól az internetes felületünkön. Benkő Lasszitől kaptunk egy bőrcsekit, egy mondatban, hogy erről a bőrcsekiről, amit mindjárt bejátszunk képen is, hogy ez honnan van, ez milyen relikvia? Hát ez még abból a korszakból van, amikor szinte, évenként váltottuk a ruhákat, és mindig néztük azt, hogy mi az, ami felkelti az érdeklődést, korhű, tehát az adott időszaknak és az adott feladatnak megfelelő. Csak azért mondom, mert ez nagyon szigorúan néztük, és Európában befolyásoló volt a többek között a mi ruházatunk is. Nem akartam elhinni. Úgy mondtam, vagy amikor kaptuk tőled ezt, hogy ezt úgy készítetted ezt a jacket? Igen, persze. Szüccsel? Igen. Tehát ez egy, persze. Ez egy teljesen minden egyedi relikvia. Így van. Orbán Johnnytól pedig mit kapunk? Egy mellényt? Méghozzá egy olyan mellényt. Ezt valahogy dedikálnod is kellene, vagy nem tudom majd. Hát képzeljétek el, hogy Finnországba jártam, és akkor alakult a Aladdin és a Skoda lámpa, és valami fellépő cuccot néztem, ami úgy jó pofa, és ezen 20 darab cipzár van konkrétan, az a összes dekoráció rajta. Én a hátulja is cipzár. Hátulja, mindenhol van rajta cipzár, és ez baromira megtetszett,
csak a hátulján volt egy ilyen Harley Davidson embléma, amit egy motoros találkozón elajándékoztam, azt úgy, ahogy van, az ilyen ragasztás, vagy rá ragasztható volt, és azt elajándékoztam. Hát kaptunk egy ilyen egyszerű mellényt is. De ebben nagyon-nagyon szerettem fellépni. És ez mikori, hogyha már az időutazást nézzük? Ez hát 1990. Akkor... Nem egy mai darab. Jó. Még a retro vége. Csutkától pedig kaptunk egy inget, ami Flipper öcsié volt, egy mondatos sztorit hozzá, vagy történetet. Hosszú ideig, marhá hosszú ideig hordogatta, és akkor mi úgy voltunk, hogy jaj, mondom, nagyon jó, ez így nem adnád oda. És akkor sútyi, és átnyújtottam, mint üvegolyat, és aztán nálam maradt. Tehát akkor most van nálunk egy olyan Jackie, amiben nem Flipper, Jackie, vagy van nálunk egy olyan ink, amiben ugye öcsi is fellépett, te is felléptél, de egyszerre nem tudtátok felhúzni. Viszonylag szűk volt hozzá, hogy ketten lépjünk fel. Szeretném elmondani a quiz kérdéseket és a nyereményeket. Ez első quiz kérdésünk, hogy az Omega első önálló albumának mi a címe, és mikori ez az album. A második quiz kérdésünk pedig, Csutka, melyik zenekarral lépett fel először? Tehát amennyiben a helyes megfejtéseket visszakülditek nekünk az info@koprodukcio.hu e-mail címre, akkor különböző nyereményeink lesznek. Lesz a mikroezüsttől egy ezüst kollai csomag, amiben van mikrorész, mikroezüst, kisebb mikrorész, meg nagyobb mikrorész, úgyhogy ez lesz például az egyik nyereményünk. Omegától, Benkő Lacitól kaptunk egy CD-t, ez pedig az Omega Oratórium, amit ugye te írtál, tehát ezt te szerezted az album nagy részét, tehát igazából itt kőkeményen, mint zeneszerző is közreműködtél, de ez lesz a következő nyereményünk. Ezen kívül a március 3-ára egy nagy rock'n'roll partira lesznek hivatalosak. Ez a Rocky Monday Egyesületnek a bulija lesz a Globrojába, illetve van még belépőjegyek a március 23-i Globrojá bulingba, ebből páros belépőket, tehát 6 darabot fogunk kisorsolni majd. A buli március 23-án lesz, abba Bee Gees Show és Retro Video Disco a Globe Royalban, Óbudán, a Kolosi térnél. Johnnytól is kaptunk egy nyereményt, na ez az című CD. Ez egy hozzá 30 év legjobb és legviccesebb, legszórakoztatóbb anyagait én magam tettem rá erre a CD-re, ja, nagyon szórakoztató lesz. Úgyhogy várjuk a megfejtéseket az info@koprodukcio.hu oldalra. Minden csütörtökön 21 órakor nézzétek a 6-os csatornán az Aranykorszak Retro Sztár Parádét. Mindig kitűnő, érdekes vendégeink lesznek és nagyszerű nyereményeink. Valamint a koprodukcio.hu oldalon meg lehet rendelni a kedves művész barátaink műsorait is. És ismét elköszönök önöktől és tőletek, legyen veletek a béke, a szeretet és a zene. Mindenkorban van valami, ami akkor is ott jó, és éppen attól válik szép, hogy vissza nem hozható. Meghalt nekünk néhány dal, mint emlékeztető, hogy az életünknek nincs refrénje, mely ismételhető. A műsor támogatója a Koprodukció eseményszervező iroda, az Aranykorszak Retro Fesztivál szervezője.